A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 5-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde Örökbecsű színművének bemutatójáról láthatnak egy beszámolót, majd ellátogatunk a Nyitott Könyvek programsorozat előadására, megnézünk egy Kafka monodrámát Ács Tamással, végül pedig körülnézünk az újraindult Szent István táncházban. Tartsanak velünk! A Vörös Marti Színházban mutatták be Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című színművét. A darab Cukor Balázs rendezésében került színre. Szúrj! Mi volt el, édesem? Orrok ezek megváltanak, s káruhajtóhatalommal ellenségim játszanak. Cukor Balázs rendezésében Vörös Marti Mihály Örökbecsű klasszikusa, Csongor és Tünde előadása mindenképpen meglepetést tartogat a színházbarátoknak, hiszen ebben a különleges előadásban az eredeti szöveg a szerző eredendően néphistóriából kiinduló darabja találkozik azzal a többrétű szimbólumrendszerrel, amely az élet két ellentétes világának kapcsolódási pontjait tárja elénk, egyfajta jövőképpel dúsítva. Arra tettünk egyfajta kísérletet, hogy ez a nagyon szép anyag, ez hogyan kapcsolódik a jelenlegi világunkhoz, és Vörös Martiból bizonyos szempontból ezen az anyagon keresztül azért egy erős kiábrándultság sugárzik, és ezt próbáltam valahogy áthelyezni a mai korunkba, hogy miféle jövőképünk van a világról, mi lesz itt 20-30 év múlva, hogy bennünk is van-e kiábrándultság. Úgyhogy ezért próbáltam ezt a formát választani. Tünde! Jöjjön, Tünde! Tünde! A napjainkban is fajsúlyos kérdések Csongor jelképes útja Tündérhomban, a boldogság és kiútkeresés útja, amely mesei mitikus térben és időben az emberi boldogság elérésének nehézségeit, lehetőségeit mutatja be, kicsit másként. Ember szenvedés történetéről és magányáról szól ez az előadás. Persze humoros elemekkel, ahogyan egy ember álmában megjelenik egy ilyen mesevilág. Valóságot mondasz, hogy legelső kedveséhez a szerelmes lányka szólt, elpirultak arcai, s szebbekülnek hajnalinál. Tünde kalandos útjának fővonala nem a világén kiteljesedéséről, hanem előbb annak elvesztéséről, majd egy fokozatos álom és a való határán billegő új megismeréséről szól. Van benne egy kis felnőtté válás történet, ahogy a kislányból eljut a Tünde odáig, hogy meghoz olyan döntéseket, amiket egy kislány amúgy nem biztos, hogy meghozna. Megvan. Megvan-e, hajokkal elborítám lányomat. Csongor, lássa, s megcsapudjék. Karjaim elandaludjék. Hogy zavartak minapában félelemből, lányom arcát rókabőrbe ölt az imád. Bár a mese szerint mirigy ármánykodása felel mindenért, az a bizonyos kút voltaképpen a lélek kútja, s ez Kerkai Rita alakításában megerősödik. Úgy látom, hogy ez a nő ez anatómiailag nagyon pontosan tudja, hogy hol van a fájdalom és a magány, mármint hogy egész pontosan tudja azt, hogy az, ami bent van, az úgy hogyan képződik, hogyan gyűlik, hogyan sűrűsödik, és hogy elképesztő képekben beszél rajta keresztül Vörös Marti a fájdalomról. Idrálható sugárral a világ fölkelt ölemből, megrázkódtatál a semmiségnek pusztaságait, és ezer jelekkel a nagy szörnyetek a mind elő. A filozófiai sík, amit az éj monológia képvisel a műben, fontos pillanat, megfogalmazása rávetíti a történetre mindazt, ami gondolkodásra késztet. A szép világ borongva hambad el, és holt kezdve volt, ott vége lesz,
sötét és semmi lesznek, én leszek, kietlen csendes lény, nem lakta így. Tulajdonképpen ezzel a bolygóval, ezzel az élettel, hogy akár szellemileg, akár fizikálisan, hogy mennyire rongálják és tönkreteszik, és hát ő, mint egy ő, a sötétség, abból születik a fény, ezt őt megteremti, a földet, és mint egy bibliai kép tulajdonképpen. A filozófiai tartalmú kérdésfelvetések és a szimbolikus alakok megjelenítése kicsit rendhagyó módon, de gondoskodó tisztelettel teszi fel a korunkhoz is kapcsolódó kérdéseket, mi adhat értelmet az életnek, miben rejlik az ember boldogsága. A címszerepeket alakító Erdős Lili és Sarádi Zsolt Cukor Balázs rendezésében minden esetre hiteles és jövőbemutató választ ad és kap a kérdésekre. Nyugodjál a karok közt, és hagyd nyugodnak karok közt. Így fogunk mi csendben lenni, és a bajoktól messze lenni. Az Árgus folyóirat megszületése volt a Nyitott Könyvek Irodalmi Programsorozat témája a Vörösmarty Könyvtárban. A múlt idéző beszélgetésen az érdeklődők megtudhatták az 1990-ben megjelent hiánypótló irodalmi műhely megalapításának történetét. Örvendezés! Örvendek, édes, örvendek! Már annyit sírtam férfi létemre, nem asszonyos gyávoltalanságban, de valós szenvedésben. Örvendek, mert megmenekültem. Örvendek, amiért időm enyém. Nem másé, nem valakiké, nem a böszme törtetőé, nem a besúgóé, a tégláé. Örvendek, édes, hogy tudtam névtelenül, némond senki módjára élni árvaságban. És te, édes, te nem vagy egyetlen egy. Te megszámlálhatatlan vagy, mint réten a fű. A Vörösmarty Könyvtár olvasótermében folytatódott Bokros Judit és Gellé Miklós Gábor moderálásával a Nyitott Könyvek irodalmi beszélgetés sorozat. Az idei első találkozás témája az 1990-ben Székesfehérváron indult Árgus irodalmi folyóirat alapításának időszaka volt, amelyet a labban megjelent versek előadásával Ács Tamás színművész is megidézett. A fehérvári irodalombarátok, akik akkor is már mondjuk az Árgus indításakor ott voltak a folyóirat körül, illetve azok, akik esetleg követték aztán a sorsát, előfizettek rá, olvasták, és mondjuk azóta is szívesen emlékeznek rá. Ők egy ilyen emlékesten együtt hát idézhessenek emléket, vagy egyáltalán ezt a korszakot felidézzék. Az ötlet az pedig pont innen jött, hogy az Árgus, úgy vettük észre Gáborral, a Geri Miklós Gáborral, aki a házigazdatársam a Nyitott Könyvekben, és egyébként az Árgusnak volt 2 évig a szerkesztője a 90-es években, hogy a Vakony Istvánnal, amikor beszélgetünk, vagy Pintek Imrével, akkor nagyon sokszor felmerül az Árgus neve, és ebből gondoltuk úgy, hogy fontos volt, nyilván ezt egyébként is lehetett tudni, de hogy még mindig fontos számukra, és hogy talán szívesen beszélnének erről. Mások pedig, akár a fiatalabbak, akik nem ismerték az Árgust akkoriban, szívesen hallanának erről, és megismernék ennek a folyóiratnak a létrejöttének a történetét. Megerősítés lesz majd a résztvevőknek, illetve a vendégeknek, hogy ez valóban egy fontos pillanat volt Fehérvár irodalom életében? Hát nem tudom, remélem, hogy igen. Majd Bakonyi István meg Péntek Imre, akik ugye annak idején elindították ezt a napot, elmesélik a megalakulásnak a pillanatait, elmesélik, hogy ők hogyan építették fel ezt a lapot a kezdetekkor, és hogy ők maguk hogyan emlékeznek erre az időszakra. Meghívtunk ugye olyan szerzőket, akik akkor elsőként publikáltak a labba, és mondjuk azóta már többször is szerepet, azóta már mondjuk folyamatosan benn vannak az irodalmi életben, akár helyben, akár országosan, vagy olyan is lesz itt, aki mondjuk így nem publikál, nincs annyira jelen, de akkoriban itt indult az Árgusnál.
Péntek Imre József Attila Díjas költő az Irodalmi Folyóirat első főszerkesztője visszatekintésében megerősítette, a rendszerváltás időszakának egyik nagy áttörése volt, hogy a kor székesfehérvári legendái Takács Imre, Sobor Antal, Kalász Márton, Román Károly is részt vett a megalapítás folyamatában. Tulajdonképpen a korabeli időszakban környező nagyobb városokban volt már folyóirat. Szombathelyen az életünk, Győrben műhely, Pécsette jelenkor, Tatabányán az új forrás, és Fehérvárnak a szellemi élete, ez volt a benyomásom, ez volt a Takács Imrének is benyomása, aki a kortársán dolgozott, vagy Kalász Márton, aki az újírásra dolgozott, de itt helyben nem tudtak egy fórumot teremteni. Ebben nagy segítségemre volt Baranyi Pál, akinek többször elmondtam az elképzelésben, milyen jó lenne, ha lenne a város reprezentatív szellemi orientáltságát bemutatni, és az itt létvő irodalmárok, képzőművészek munkáit pedig nagyobb nyilván segeli tárni. A Pali megértette ezt a törekvésemet, és 90-ben az első pillanatban, amikor már útlapkiadó Kft. Alakult, azt mondta, hogy csináljátok meg, 90 elején csináljátok meg a lapot. Ekkor kirohantam a Bakonyi Istvánhoz, Pista, itt a lehetőség, csináljunk egy lapot, és érdekesség kedvéért a Marosvásárhelyi Irodalmi Lap nevet váltott, és látónevet választotta, amivel ez aztán meg is jelent már egy-két száma, és ma Markó Béla felhívott telefonon, hogy Imriken, mert ő is megjelent a sajtóban, hogy látó címmel akarunk lapot indítani, ne indítsatok, ez a címet már foglalt. Azóta többször találkoztam Markó Bélával, és ott derültünk ezeken a izgalmas pillanatokon, mert ki kellett találni akkor az új nevet, és én és a többiek egyetértését is bírva, tehát most felsorolhatom a Román Károly Sobor Antal, akivel megkonzultáltuk ezt a kérdést, azt mondta, hogy ez Árgus jó név. Na most nem megyek bele abba, hogy nem volt, én napi lapnál dolgoztam, ugye a Fejér megye életnál nem volt utána nézni, hogy már milyen névvel jelent meg előtte. Irodalmi, kulturális lap Fehérváron, stb. Tehát egy kicsit alul voltam informálva, de ezért az Árgus nem volt rossz név, és én úgy érzem, hogy belenézve most egy-két számba jó színvonalú lapot tudtunk összehozni. Én előttem, hol meg utána. Fúj, fújtat, valahogy, valahol. Megáll majd egyszer, hagyja, bevárjam az utat, mely végképp övé. Elnyugszunk együtt, a föld hasában hallgatni anyánk szív. Milyen elvek mentén döntöttetek abban, hogy a költők, versírók, publicisták mit és hogyan írjanak? Hát figyelj, először is én megfogadtam ugye fiataloknak a publikációját, a legelső azonos szinten fogjuk kezelni, mint az idősebbekét. Tehát, ahogy megküldik az írásaikat, ha jók, megjelennek. Ez volt az egyik elvem. A másik, nem fogok elterni a klasszikus folyóirat hagyománytól, tehát a szép irodalom és a egyéb művészeti. Nem akartam összekeverni a dolgokat. Szép irodalom és a társművészetek, amiben nyilván az képzőművészet, szép a kritika és egyéb publicisztika, stb. Én nekem nem voltak elvárásaim helyesebben. Elsősorban az itt megjelenő munkákra figyeltem.
az, hogy Sobor Antal nem csak íróként, hanem munkatársként is részt vett alapnak az a szerkesztésébe. Ez nagyon Román Kacsi kuratóriumi tag volt, mert később, ugye, később egy év után átalakultunk az Útlapkiadó Kft.-től alapítványi formába, és a Román Kacsi sokat segített, mint kuratóriumi tag. A lényeg az, hogy én nekem most belenézve a lap számainkba sikerült rá jó arányt találni az országos, sőt a határon túl, sőt a nyugati magyar szerzők mellett a helyi identitás is abszolút képviselve volt. Talán az őzek sejtik meg, és talán még más vadok, hogy bármint is szeretném, összeraklak újra, ahogyan szétszakítalak. A következő sor már csak engem vett papírra. A sörényes szél alatt arcom itt marad. Ércként csillog minden fatörzs, és a nap, mint cseknyi méz, úgy fekszik hagyott. Bakonyi István főszerkesztő helyettesként, míg az este vendége is, Simek Valéria, Neményi Zsolt és Sági Zoltán szerzőként tett nagyon sokat azért, hogy létrejöhetett az Árgus. Bevallom, hogy életem legjobb szakasza volt tulajdonképpen az a másfél esztendő, vagy egyik legjobb szakasza, amit az Árgusban tölthettem el, hiszen sokunk vágya teljesült annak idején, hiszen Fehérváron többen szerettek volna korábban folyóratot létrehozni, és olyan jeles szerzők és egyébként folyórat szerkesztők voltak közöttük, mint Kalász Márton vagy Takács Imre, ők a újírásnál, illetve a kortársnál dolgoztak, és ugyan volt előzménye mindennek, hiszen a megyei antológiák például, azok betöltöttek hasonló szerepet, azt hiszem, vagy éppen a Fejér megyei szemle, amely évente kétszer jelent meg, és többnyire tematikus számokkal. Emlékszem például a Német László és így ír számokra. De hát ugye a folyamatos jelenlét az a folyóratok számára adott, és hát ez biztosította az Árgus annak idején. És hát örömmel vállaltam azt a szerepet, amit Imre nekem szánt. Sose felejtem el azt az estét, amikor eljött a lakásomra, és azt mondta, hogy már pedig ez a célja velem. Aztán másképp alakultak a dolgok, de azt gondolom, hogy az Árgus mindenképpen a század irodalmi életnek egy fontos orgánuma volt. Megszűnt, de hát azért van folytonosság. A tartalmas diskurzusból az irodalombarátok megtudhatták, milyen elvek mentén bocsátották útjára, miért jelentett áttörést, illetve milyen fogadtatásban részesült a mára legendással nemesült folyóirat Székesfehérváron és az országos irodalmi berkekben. Egy átváltozás az emberré vált majom történetét ismerhetik meg Ács Tomás színművész előadásában. A Franz Kafka Jelentés az Akadémiának című novellájából készült monodrámát az Igézőben mutatták be. Nagybecsű akadémikusok! Megtiszteltek a felszólításukkal, hogy az Akadémia számára nyújtsak be jelentést majom előéletemről. Megtiszteltek felszólításukkal, hogy az akadémia számára nyújtsak be jelentést majom előéletemről. E szavakkal kezdődik Franz Kafka novellája a Jelentés az Akadémiának, amely ikerpárja egyik legismertebb művének, az Átváltozásnak. Az Igézőben nagy érdeklődés mellett került színre Ács Tamás színművész előadásában a novella színpadi átirata, amely egy átváltozás történetét mutatja be. Az emberré vált majom Rőt Péter elmeséli, egyszer mind újraéli emberré válásának, átalakulásának eseményeit. Még egyetemista koromban találtam rá erre a szövegre. Egyből szerelem volt, sőt, tulajdonképpen Fehérvárhoz köthető ennek a szövegnek a megtalálása, hiszen az Őrült Naplója című előadásomat játszottam, ha jól emlékszem, még a Kafka Beatben annó, és megnézte azt egy úriember, és ajánlotta, hogy ő Németországban látta ezt a darabot.
és hogy látta az őrült naplóját, gratulált, és ajánlotta nekem, hogy ezt szerinte én is jól meg tudnám csinálni. És elolvastam a szöveget, és a második olvasásra már el is kezdtem tanulni. Ugye ez tulajdonképpen az átváltozásnak a pár darabja. Az átváltozásban ugye emberből lesz bogár, míg itt a jelentés az Akadémiának című szavag azzal foglalkozik, hogy egy állatból lesz ember, és Kafka ezt vizsgálja, az embernek tart ezzel a darabbal egy körbetükröt. Minden magadságról való lemondás volt a legfőbb parancs, melyet magamnak adtam. Én szabad majomként hajtottam fejem az igába. Így módon azonban, mind megközelíthetetlenebbek lettek az emlékek is. Ha eleinte, már amennyiben az emberek akarják, lehetséges lett volna még a visszatérés a ma nagy kapun át, melyet az égboltoz a föld felé, azonban hajszolt, űzött fejlődésem által a kapu, mint alacsonyabbá és szűkebbé vált. Csendesült a múltamból utánam sűvítő vihar. Ez ma már csak sarkamat legyező léghúzat, és az a messze lyuk, amelyen át jön, és amelyen át én jöttem egykor. A monológokból kiderül, hogy Rőt Péter átváltozása menekülés a biztos haláltól, ugyanakkor megérkezés a legnehezebb, legterhesebb létbe az emberébe. Az előadásban megjelennek az emberi lét őrítő nehézségei, hiszen főhősünk folyamatosan önpusztító életmódot folytat, újra és újra elmeséli történetét, mert megpróbálja elfogadni, elfogadtatni saját valóját. Van egy érdekes formája ennek az előadásnak, ugye egyfajta ilyen sci-fi rétege, hogy ugye a színész beöltözik majomnak, aztán én is ugye térdre ereszkedem, majom hangokat adok ki, közben beszélek. Tehát van egyfajta ilyen formája, amitől fogyaszthatóvá válik a dolog. Mégis színházi gondolkodóként viszont a darabnak az üzenete izgatott igazán. Mégpedig az, hogy ebben az emberré vált majomban ismerhetünk rá a saját gyengeségünkre, a saját emberi gyarlóságunkra. És emiatt is mondtam, hogy tulajdonképpen ez a szöveg egy görbetükröt tart a nézőknek, és remélhetőleg a darab végén a nézők egy kicsit önmagukra ismernek ebben a figurában. A darabban Kafka az emberélet majom metaforáját használja, hogy írhasson a másságról, a valahová tartozás utáni vágyról, az ember megtöretéséről és magányáról. Ebben a szenvedés történetben lépésről lépésre ismerhetjük meg Rőt Péter emberré válásának stációit, a fogságbeeséstől a betörés idomításon át egészen a végpontig, egy szabadságát elvesztett magányos lélek vergődéséig. A Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő Csóri Sándor alap támogatásával útjára indult a Szent István Táncház. A Szent István Művelődési Házban színes, változatos programok várták a vendégeket. Egy hagyomány újjászületésének lehettek tanúi és aktív részesei mindazok, akik ellátogattak pénteken délután a Szent István Táncház alkalmára a Szent István Művelődési Házba. Az intézmény sok korábbi táncházat megélt már, az egykori Fejér megyei művelődési központban az Adi terem, a táncházmozgalom hőskorában nem csak a Fejér megyei néptánc együttes otthona volt, hanem a táncház otthona is. Az est Berki Lilla és Varró János népdal tanításával vette kezdetét, majd Nagy Vera néprajzkutató előadása következett a farsangvégi mohai tíkverőzésről, amely a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének része.
Azt gondolom, hogy Székesfehérvárról azért már nagyon sokan eljutottak a mohai tikverőzésre, hiszen ez egy olyan hagyomány, amire napjainkban is lehetőségünk van elmenni. Akár évszázadok óta is létezhet ez a szokás, nem tudjuk pontosan, hogy mióta, de az érdekessége az az, hogy a mai napig él, és hogy tulajdonképpen újra tanítás, újra tanulás, felélesztés nélkül maradt meg, tehát a fiatalok a mai napig saját közösségükön belül, a saját falujukban lényegében maguktól gyakorolják. Nyilván ezt a 21. század keretei között már elég nehéz belülről szerveződve, mindenfajta irányítás nélkül megrendezni, de én azt gondolom, hogy ez még azért mohán mindenképpen működik. Lehet, hogy már a falunak egy kicsit szélesebb rétege vesz részt benne, hiszen az idősebb korosztályból nagyon sokan a háttérmunkát végzik, rengeteg fánkot sütnek az odaérkező gyerekeknek, hiszen hatalmas látogatottsága lett. Tehát ez már ma egy igazi látványosság, hagyományőrző mulatság, de mégis a magja, én úgy gondolom, hogy az a különlegessége, hogy meg tudott maradni egy élő és folyamatos hagyományá, tehát nem maradt ki szünet, és nem kellett újra tanítani. Nagyon nagy szerepe volt Pesovár Ferencnek ebben a szokásban, de nem az újratanítás szempontjából, mint amit tettem, hanem ő fedezte fel, ő találta meg, ő jött rá, hogy ez létezik, ezt gyakorolják még a megyében. Az 1960-as években fedezte ő ezt fel, és kivitte oda a barátait, az ismerőseit, az érdeklődőket, és aztán egyre többen voltak kíváncsiak a szokásra. Biztos, hogy hozzájárult ehhez, ez is ahhoz, hogy fennmaradt, de az ő szerepen sem egy irányító szerep volt, hanem inkább csak egy támogató és kívülről figyelemmel kísérő szerep. Az érdekfeszítő előadást követően a Tilinkó zenekar közreműködésével következhetett a táncház, amelyet a 41 éve elhunyt Pesovár Ferenc néprajzkutató emlékének szenteltek. Medvid Bendehúz vezetésével kicsik és nagyok, szülőföldünk a mezőföld népdalai, hangszeres népzenéjével és táncaival ismerkedhettek meg. Mivel a program is így főleg a mezőföldnek a kultúrájáról, hagyományairól szól, ezért mezőföldi táncokkal fogunk megismerkedni egy ilyen kis rövid táncház keretében, tényleg ilyen alapok, ami belefér ebbe a rövid időbe. Tanítani ilyen rövid időben, hiszen ugye az alapokról beszéltünk, de ez széles a tárháza. Igen, igen. Hát ez így függ attól is, hogy a társaság ezt hogyan és miképpen tudja befogadni, de ugrós, csárdás és friss csárdás figurákkal készültem, úgyhogy ezekbe fogunk belekóstolni, és meglátjuk, hogy meddig jutunk. Jakubek Tiborné igazgató örömének adott hangot, hogy kicsik és nagyok is részesei lehettek az élménynek, és megjelenésükkel, beszélgetéssel, tánccal és énekléssel tisztelegtek a velünk élő múltunk értékei előtt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.